Szeptember 8. Ézsaiás 1, 1, 2, 22. Ézsaiásnak, Ámód fiának látomása, amelyet akkor látott Júdáról és Jeruzsálemről, amikor Uzziá, Jótám, Áház és Ezékiás voltak Júda királyai. Halljátok meg, egek, figyelj ide, föld, mert az úr szól, fiaimat fölneveltem, fölmagasztaltam, de ők elpártoltak tőlem az ökör ismeri gazdáját, a szamáris urának jászlát, de Izrael nem ismer, népem nem ért meg engem. Jaj, vétkes nemzet, bűnnel terhelt nép. Gonosz utódok, romlott fiak. Elhagyták az urat, megvetették Izrael szentjét, elfordultak tőle. Minél több verést kaptok, annál jobban ellenkeztek. Egészen beteg már a fej, egészen gyenge már a szív tetőtől talpig nincs rajta épp hely, csupa zúzódás, kékfolt és gennyesebb. Nem nyomták ki, nem kötözték be, olajjal sem gyógyítgatták. Országotok pusztaság, városaitokat fölperzselték, földeteket szemetek láttára idegenek tarolták le, pusztaság, mint ahol idegenek dúltak. Olyan maradt Sion leánya, mint kunyhó a szőlőben, mint csőzház az uborkaföldön, vagy mint egy ostromlott város ha a seregek ura nem hagyott volna néhány menekültet, olyanok lennénk, mint Sodoma, Gomorához hasonlítanánk. Halljátok az úr igéjét, Sodoma vezetői! Figyeljetek Istenünk tanítására, Gomora népe! Mit kezdjek a sok véres áldozattal? Mondja az úr! Elegem van az égő áldozati kosokból, a hízott marhák kövérjéből. A bikák, a bárányok és a bakok vérében nem telik kedvem. Ki kívánja tőletek, hogy eljöjetek, hogy megjelenjetek előttem, és tapossátok udvaromat. Ne hozzatok többé hazug áldozatot, még a füstjét is utálom. Újhold, szombat, ünnepi összejövetel. Nem tűröm együtt a bűnt és az ünneplést. Újholdjaitokat és ünnepeiteket gyűlölöm én, terhemre vannak, fáraszt elviselni ha felém nyújtjátok kezeteket, eltakarom előletek a szemem, bármennyit is imádkoztok, nem hallgatlak meg benneteket, hiszen a kezetekhez vér tapad. Mossátok tisztára magatokat. Vigyétek el szemem elől gonosz tetteiteket. Ne tegyetek többé rosszat, tanuljatok meg jót cselekedni. Törekedjetek igazságra, térítsétek jó útra az erőszakoskodót. Védjétek meg az árvák igazát, képviseljétek az özvegy peres ügyét. Jöjjetek, szálljunk most perbe egymással. Mondja az úr. Ha védkeitek skarlátpirosak is, hófehérekké válhattok, ha vörösek is, mint a bíbor, fehérekké lehettek, mint a gyapjú. Ha készségesen hallgattok rám, élhettek az ország javaival. De ha vonakodva elpártoltok tőlem, fegyver pusztít el titeket. Az úr maga mondja ezt. Jaj, milyen parázna lett a hűséges város. Törvényességgel volt tele, igazság lakott benne, most pedig gyilkosok. Ezüstöt salakká változott, tiszta borodat vízzel hígították. Vezéreid megátalkodottak, tolvajok barátai. Mindegyik szereti a megvesztegetést, ajándékot hajház. Az árvák igazát nem védik, az özvegy peres ügye nem kerül eléjük azért így szól az Úr, a seregek ura, Izrael erőssége, majd elégtételt veszek ellenfeleimen, bosszút állok ellenségeimen. Elönt fordítom kezemet, és kiolvasztom salakodat, mint a lúg, eltávolítok belőled minden ónöt. Megint olyan bírákat adok, mint régen, és olyan tanácsadókat, mint kezdetben. Akkor majd így neveznek, igaz város, hűséges város. Sion ítélettel váltatik meg, megtérői igazság által. De összetörnek a hűtlenek a vétkesekkel együtt, és akik elhagyják az urat, megsemmisülnek. Megszégyenültök a cserfák miatt, amelyekben gyönyörködtetek, pirulni fogtok a kertek miatt, amelyeket kedveltetek. Hasonlók lesztek a cserfához, amelynek elhervadt a lombja, és a kerthez, amelynek nincs vize. Mert Kender kócá lesz a hatalmas, és munkája szikrává, mindketten együtt égnek el, és nem voltja el senki. Ezt az igét kapta látomásban Ézsaiás, Ámúd fia Júdáról és Jeruzsálemről, az utolsó napokban Szilárdan fog állni az úrházának hegye a többi hegy fölött, és kimagaslik majd a halmok közül. Özöllik majd hozzá valamennyi nép. Eljön a sok nép, és ezt mondják, jöjjetek, menjünk föl az Úr hegyére, Jákóbő istenének házához. Tanítson minket útjaira, hogy az ő ösvényein járjunk. Mert a Sionról jön a tanítás, és az Úr igéje Jeruzsálemből. Igazságot szolgáltat a nemzetek között, ítéletet hoz minden nép ügyében kardjaikból ezért kapákat kovácsolnak, lándzsáikból pedig metszőkéseket, nép a népre kardot nem emel, hadakozást többé nem tanul. Jákóbő háza, jöjjetek, járjunk az Úr világosságában. Eltaszítottad népedet, Jákób házát, mert tele vannak keleti szokásokkal, varázslást űzőkkel, mint a filiszteusok, és idegenekkel barátkoznak. Tele van az ország ezüsttel, aranyjal, kincseinek se szeri, se száma. Tele van az ország lovakkal, harci kocsijainak se szeri, se száma. Tele van az ország bálványokkal, kezeik csinálmánya előtt borulnak le, amit újjaikkal csináltak. Ezért meg kell hajolnia az embernek, meg kell alászkodnia a halandónak, és te nem bocsátasz meg nekik. Menj a sziklák közé, rejtőzz a porba az úr félelmetes fensége és méltósága elől. Megalázza a kevé tekintetű embert, a halandók nagyságát porba hajtja. Csak az Úr magasztaltatik föl azon a napon mert jön a seregek urának napja minden kevély és magas ellen, mindenki ellen, aki nagyra tartja magát, de majd meg kell alázkodnia, a libánon minden cédrusa ellen, amelyek magasra emelkednek, a básán minden fája ellen, minden magas hegy ellen és minden kiemelkedő halom ellen, minden büszke torony ellen és minden erős vár ellen, minden tarsis hajó ellen és minden gyönyörű gája ellen. Orba hajtja az ember büszkeségét, és megalázza a halandók nagyságát. Csak az úr magasztaltatik föl azon a napon. A bálványok pedig semmivé lesznek egészen. Bebújnak majd a sziklabarlangokba és a földrepedéseibe az úr félelmetes fensége és méltósága elől, amikor föl kell, hogy megrémítse a földet azon a napon odadobja az ember a vakondoknak és a denevéreknek ezüst és aranybálványait, amelyeket azért csinált, hogy leboruljon előttük. Bebújnak a sziklák szakadékaiba és a kőszálak hasadékaiba az úr félelmetes fensége és méltósága elől, amikor föl kell, hogy megrémítse a földet. Ne bízzatok az emberben, hiszen csak lehelet van az orrában, mire lehet hátbecsülni. Második Korintus 10, 1, 18. Krisztus szelítségével és gyöngétségével kérlek titeket én, Pál, aki némelyek szerint szemtől szemben ugyan alázatos vagyok közöttetek, de táfol létemben erélyes vagyok hozzátok, kérlek, ne kényszerítsetek arra, hogy ott létemkor erélyes legyek, mert úgy gondolom, bátran felléphetnék azokkal szemben, akik úgy vélekednek, hogy mi test szerint élünk mert testben élünk, de nem test szerint hadakozunk, hadakozásunk fegyverei ugyanis nem testiek, hanem erősek az Isten kezében erődítmények lerombolására. Ezekkel rombolunk le minden okoskodást és minden magaslatot, amelyet az Isten ismeretével szemben emeltek, és fogjul ejtünk minden gondolatot a Krisztus iránti engedelmességre, és készek vagyunk megbüntetni minden engedetlenséget, ha ti teljesen engedelmesek lesztek. Arra nézzetek, ami a szemetek előtt van. Ha valaki meg van győződve arról, hogy Krisztusé, azt is gondolja meg önmagában, hogy amint ő Krisztusé, ugyanúgy mi is. Mert ha kissé túlozva dicsekszem is a hatalmunkkal, amelyet az Úr építésetekre és nem rombolásotokra adott, nem szégyenülök meg, nem akarva azt a látszatot kelteni, mintha levelemmel csak fenyegetnélek titeket. Mert levelei, mondják, súlyosak és kemények ugyan, de testi megjelenése erőtlen, és beszéde szánalmas. Azt pedig gondolja meg az ilyen ember, hogy amilyenek vagyunk a távollétünkben írt levelünk szavaiban, olyanok leszünk ott létünkkor tetteinkben is. Mert nem mernénk magunkat azokhoz számítani vagy hasonlítani, akik önmagukat ajánlják, mivel ők önmagukhoz mérik és hasonlítják önmagukat, és így esztelennek bizonyulnak. Mi azonban nem mérték nélkül, hanem annak a határnak a mértéke szerint dicsekszünk, amelyet Isten szabott ki nekünk mértékül, hogy eljussunk hozzátok is. Mert mi nem mentünk túl a nekünk kiszabott határon, mint akik nem jutnak el hozzátok, hiszen hozzátok is eljutottunk Krisztus evangéliumával. Nem mérték nélkül, mások fáradozásával dicsekszünk, de reméljük, hogy hitetek megnövekedésével nagyjá leszünk közöttetek a mi munkaterületünkön. Ennél fogva a rajtatok túl eső területeken is hirdetjük az evangéliumot, de nem dicsekszünk olyan munkával, amelyet másut már elvégeztek. Aki pedig dicsekszik, az Úrral dicsekedjék, mert nem az a megbízható ember, aki önmagát ajánlja, hanem az, akit az Úr ajánl. Zsoltárok 52, 1, 11 a karmesternek, Dávid tanító költeménye, abból az időből, amikor az Edom Saulhoz ment, és jelentette neki, hogy Dávid a himelek házába érkezett. Mit dicsekszel gonoszságoddal, te nagy hős? Hiszen Isten szeretete mindig megmarad. Romlásomra törsz, te cselszövő. Nyelved olyan, mint az éles borotva. A rosszat szereted, nem a jót, a hazugságot, nem az igaz beszédet. Szela! Szeretsz bántóan beszélni, állnok a nyelved. Össze is törtéged az Isten végleg, megragad, kiránt sátradból, kitép gyökerestül az élők földjéből. Szela. Látják ezt az igazak, és félnek, rajta meg nevetni fognak. Ez az az ember, mondják, akinek nem kellett Isten oltalma, hanem nagy gazdagságában bízott, és családságban volt erős. De én olyan vagyok, mint a viruló olajfa, Isten házában lehetek, bízom Isten szeretetében most és mindenkor. Hálát adok neked mindenkor, mert te munkálkodsz. Nevedben reménykedem, mert jó vagy híveidhez. Példabeszédek 22, 26, 27. Ne tartozz azok közé, akik kezet adnak, és edóságért kezességet vállalnak. Miért vegyék el alulat fekvő helyedet is, ha nem lesz miből fizetned?